Mulassunk úgy, hogy haszna legyen. Ezzel a mottóval indul a Művészetek Háza Kávézó új programsorozata. A Színházi Klub létrehozásának célja, hogy még szorosabb kapcsolat alakulhasson ki a nézők és a teátrum között. Az első fellépő a Miskolci Nemzeti Színház színművésze Fandor Ferenc lesz, aki Sóki László monodrámájával készül. Az előadás ingyenes, de a program célkitűzése, hogy támogassák a nehéz helyzetbe került Miskolci Színházat, ezért a helyszínen adományokat fogadnak. Sajtótájékoztató mutatták be a Művészetek Háza új programsorozatát. A Truváj és Trécs egy olyan színházi klub lesz, ahol minden hónapban más művész lép fel. Az előadás után pedig kötetlen beszélgetést kezdeményeznek a nézőkkel. Az első fellépő Fandor Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, aki egy falusi kocsmáros szemszögéből mutatja be a rendszerváltás körüli eseményeket. Azt szokták mondani, hogy a színházban már nagyon nehéz újat kitalálni, ez sem új, de mégis egy inkább azt mondanám, egy szokatlan dolog az, hogy azonnal egy előadás után azonnal interakcióba tudok kerülni, és azonnal tudjuk feldolgozni az egymást ért hatásokat. Hát nagyon izgalmas, kíváncsian várom. A színházi klub ingyenes, de a szervezők kiemelt célja, hogy támogassák a magas rezsiköltségek miatt nehéz helyzetbe került színházat, így a nézőket adakozásra buzdítják, a kávézó pedig az esti fogyasztásuk 20%-át ajánlja fel. Az, hogy kulturális intézmények összefognak, miskolci egyszerű emberek összefognak azért, hogy a 200 éves intézmény tulajdonképpen zavartalanul működjön, az ennek a városnak a legeslegnagyobb ereje. Tehát az, hogy a Miskolci Nemzeti Színházat ebben a városban ennyire magukénak érzik a nézők, az valami csoda. A színházi klub létrehozásának másik célja, hogy még szorosabb kapcsolat alakulhasson ki a nézők és a teátrum között. A mi terveink szerint ez nem csak egy jótékonykodási est lenne majd, hanem valóban egy klub megalapítása, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy előbb-utóbb feleslegessé válik úgymond a jótékonykodás, mert hogy olyan módon jobbra fordul mindannyiunk sorsa, hogy erre nem lesz szükség, mi ezt akkor is szeretnénk majd folytatni. Az előadásokon a Miskolci Nemzeti Színház színészei, zenészei vagy énekesei lépnek majd fel. Az első Truváj jövő hét kedden 7 órától várja az érdeklődőket.